Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Régiók Európai Bizottsága Tolna megye igényeit is figyelembe veszi az Európai Unió. Elfogás. Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét kapták el a rendőrök. Beruházás. 284 millióból újul meg a polgármesteri hivatal Pakson. Nincs teljes védettség. A hazai vállalatok 80%-át érte már kibertámadás. A Tornatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Tolna megyei igényeket is figyelembe vesznek az Európai Uniós döntések meghozatalakor. A Régiók Európai Bizottsága felelős azért, hogy egyes témák tárgyalása előtt olyan jelentést készítsen, amiben a régiók és helyi önkormányzatok véleménye is megfogalmazódik, így egyfajta tanácsadó szerve az Európai Uniónak. A magyar delegációt Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke vezeti, a biztonságos közlekedésről szóló jelentését a héten fogadták el Brüsszelben. 2050-re szeretné elérni az Európai Unió, hogy egyetlen halálos áldozatot se követeljen a közúti közlekedés. Ennek egyik alapfeltétele, hogy olyan mérnöki és szakmai megoldásokat alkalmazzanak a kisebb forgalmat bonyolító úthálózatokon is, mint amilyeneket például az autópályáknál, ahol a forgalom arányához képest már jóval kevesebben vesztik életüket, mint például egy kétsávos főúton. Az elmúlt időszakban ezzel a témával foglalkozott Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, mint jelentéstevő a Régiók Európai Bizottságában, amely február elején ülésezett Brüsszelben, és ahol el is fogadták a magyar delegáció vezetőjének munkáját, amit majd beépítenek az Európai Parlament elé kerülő anyagba. Egyfajta párbeszéd alakul ki, és ez nem is baj, hiszen az a fajta szubszidialitási rendszer, az alulról fölfelé építkezés, hogy mit kívánnak a régiók, mit szeretnének az önkormányzatok, ez egészen a nemzeti szinten keresztül feljut az Európai Parlamentbe, ahol a legvégső anyagba bekerül. A magyar delegáció számos önkormányzatokat érintő témával foglalkozik, ilyen például a határvédelem vagy egyéb kulturális ügyek. Az ülésen meghallgatták például Navracsics Tibort, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosát, aki itt elmondta, hogy a következő uniós költségvetési időszakban kétszeresére akarják növelni az Erasmus programra fordítható összeget, amivel háromszorozhatják a külföldön tapasztalatot szerző diákok számát. Olyan fiatalokhoz is elérhetünk az Erasmus programmal, akik, és ez Közép-Európában, illetve Dél-Kelet-Európában különösen fontos, eddig anyagi okokból nem engedhették meg maguknak, hogy az Erasmus programban részt vegyenek és külföldre utazzanak, vagyis tudjuk növelni az egyfőre első támogatást, és ez a családok számára is egy óriási segítség lehet, hiszen eddig azért Erasmusban részt venni Magyarországon az nem egy egyéni, hanem inkább egy családi erőfeszítés volt. Navracsics Tibor szerint a költségvetés elfogadása valószínűleg az Európai Uniós választásig már nem történik meg, de jó esély van rá, hogy még idén elfogadják. A Régiók Európai Bizottsága ezen az ülésen egy állásfoglalást is elfogadott a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről, megemlékezve ezzel a januárban meggyilkolt Pavel Adamovic gdanszki polgármesterről, aki szintén a Régiók Európai Bizottságának tagja volt. Dombóvári és budapesti rendőrök együtt fogták el az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét. Az akcióra a nemrégen megújult online rendőrségi körözési listának köszönhetően kerülhetett sor. Egy állampolgár ugyanis azon keresztül tett bejelentést a 9 éve keresett férfi hollétével kapcsolatban. Másfél hete üzemel a rendőrség online böngészhető új körözési listája. A rendszeresen frissített adatbázisnak külön menüje tartalmazza az 50 legkeresettebb bűnözőt. Ide a legveszélyesebb vagy a legtöbb bűncselekményt elkövető szökésben levő gyanúsítottak kerülnek fel. Az itt szereplő személyek fotói és a személyes adataik is nyilvánosak. A rendőrség azért frissíti rendszeresen a listát, hogy bárki segíthessen megtalálni a különösen veszélyes bűnözőket. Ehhez egy kattintással lehet akár névtelen bejelentést is tenni. Így online lakossági bejelentés alapján fogták el az első top bűnözőt néhány napja dombovári és budapesti rendőrök közösen. A polisz.hu-n megjelentetett körözési lista alapján fogtak el egy férfit, akit már 9 éve köröztek. A férfit a Dombóvár környékén található nokon fogták el kollégáim. Ővel szemben kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt indult eljárást, és emiatt körözték.
A körözési lista szerint Magyarországon több mint 3000 bűnözőt keres hosszabb ideje a rendőrség. Közülük a lista megjelenése óta egyre többet fognak el. Ezt onnan lehet tudni, hogy a már rendőrkézre került bűnözők fényképe eltűnik az adatbázisból. 5 év börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki 2017-ben elgázolt egy motorost Fácánkert és Tolna között. A motoros belehalt a sérüléseibe. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott fellebbezett. Ugyanerre a 6-os út irányából Fácánkert felé haladt az a férfi a kismotorjával, akit 2017. júliusában ezen az úton gázolt el az ittas férfi. Az apja kölcsön BMW-jével a megengedett legnagyobb sebességnél többel 120-szal frontálisan csapódott az autó a mopedbe. A kismotor sofőrje a helyszínen meghalt, és az autóban ülő 2 utasból egy könnyebben megsérült. A balesetet okozó fiatal ügyében most született ítélet. Jelen esetben a baleset miatt vonta felelősségre a vádlottat a bíróság, amely egyébként ittas halálos járművezetés esetén 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Azonban, mivel ezt a bűncselekményt egy korábbi próbaidő alatt követte el a vádlott, ezért a bíróság a próbát megszüntette, és halmazati büntetést szabott ki, így a halmazati tételkeret is súlyosbodott, 2-10 évig terjedő tételkeretben gondolkodott a bíróság. Vagyis, mivel a férfi korábban már állt más bűncselekmény miatt bíróság előtt, szinte biztos volt, hogy több évre börtönbe kell mennie. A szekszárdi járás bíróság halált okozó ittas járművezetés büntettében és zaklatás vétségében mondta ki a vádlott bűnösségét, ezért halmazati büntetésül 5 év végrehajtandó börtönbüntetésre és 6 év közúti járművek vezetésétől eltiltásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és az ügyvédje enyhítésért fellebbeztek. Az év 5. hetében Tolna megyében az előző heti adatokhoz képest tovább emelkedett az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A megyét tekintve a megbetegedési arány jóval meghaladta a járvány küszöböt. Tolna megye mindhárom fekvő betegeket ellátó intézményében határozatlan ideig jelenleg is látogatási tilalom van érvényben. Megújul Pakson a polgármesteri hivatal közel 284 millió forintból, pályázati pénzből és saját forrásból a Városháza energetikai korszerűsítése valósulhat meg a nyár végéig, mely tartalmazza a teljes tetőszigetelést, homlokzati nyílászáró cserét. Pecsét és aláírás került arra a szerződésre, mely a Paksi Városháza energetikai korszerűsítését tartalmazza. Több évtizedes adósságát törleszti most ezzel a beruházással a város. 209 milliós topos pályázatból és közel 75 millió forintos önerőből valósulhat meg a felújítás. A beruházás értéke 284 millió forint, és a nyertes ajánlattevő pedig a T-Build építőipari és kereskedelmi Kft. A kivitelezés alatt megvalósul a tető teljes víz és hőszigetelése. A meglévő napkollektorok mellé plusz 8 kW elem kerül még a tetőre. A homlokzat is megújul a nyílászárók teljes cseréjével. Ez tartalmazza műanyag nyílászárókat, egy alumínium függönyfal lent a házasságkötőteremnél, a garázskapuk, Hörmann garázskapuk lesznek, és ez mind az összes nyílászáró antracit színű lesz. A homlokzat kap 15 centi ásványgyapotos hőszigetelést és egy nemes vakolat bevonatot. Az épület körül térburkolatból új járda is kialakításra kerül. Felújítás alatt az ügyfélfogadás zavartalan lesz, mondta a polgármester. A kivitelezők várják a jó időt, mert szeretnék megkezdeni minél előbb a munkálatokat, hogy a nyár végi, augusztus 31-i határidőre elkészüljenek. Egy friss felmérés szerint a hazai vállalatok közel 80%-át érte valamilyen informatikai biztonsági incidens az elmúlt egy évben. Tolna megyében is előfordult, hogy megtámadták egy-egy vállalat gépét, és pénzt követeltek az értékes adatok, dokumentumok visszaadásáért. A szakember azt mondja, 100%-os védelem nincs a zsaroló vírusokkal szemben, sok múlik azonban a technológiai háttéren és a dolgozók képzésén. Egyre pimaszabb és egyre kifinomultabb eszközökkel dolgoznak a zsaruló vírusokat fejlesztők. Még a leghatogonyabb vírusvédő programok is fáziskésésben vannak ezekkel szemben, mondja Béres János informatikai szakértő. Egy friss felmérés szerint a hazai vállalatok 78%-át érte valamilyen informatikai biztonsági incidens az elmúlt egy évben.
Tolna megyénben is előfordult, hogy megtámadtak egy-egy vállalat gépét, pénzt követeltek az értékes adatok, dokumentumok visszaállításáért. Így történt ez a Tolnatáj televíziónál is, de más cégeknél is volt rá példa, mondja Bédes János. Magánember is megkeresett már, de könyvelő cégek. Uh-huh. És azért náluk ez a létüket kockáztatják ezzel, mert a könyvelési állományokat totál, ha nincs egy mentése, és ez még egy nagyon fontos dolog visszatérve az előzőre, hogy legyen állandó mentés. Itt jönnek majd képbe ezek az úgynevezett NAS, tehát a különböző technikai eszközök, hogy állandóan kell menteni. A kibertámadások leggyakrabban az ügyfelek vagy felhasználók adataira irányulnak, ezt követik a pénzügyi információk és a stratégiai tervek. A különböző állományokat, legyen ez egy dokumentum, kép, vagy valami mozi, movie, bármi lehet, Excel tábla, maradjunk a Windowsnál, vagy Word dokumentum, letitkosítja egy algoritmus szerint, és utána én ezt már nem tudom használni. Feldob egy oldalt, hogy ide egy megfelelő összeget fizessek be, és ő a visszakódoló algoritmust akkor megküldi. Na most ez 50%-os esély. Vagyis a cég vagy visszakapja az értékes adatait, vagy nem. A szakember azt mondja, 100%-os védelem nincs ezek ellen a vírusokkal szemben, ám azzal sokat lehet egy cég, ha érzékeny adatokkal tartalmazó gépeket nem engedi fel a hálózatra, és egy külön adathordozón keresztül frissíti azokat, továbbá képzésekre küldi a dolgozóit, ahol megtanulhatják például azt, milyen e-mailekre nem szabad rákattintani. A felmérés azt állapította meg, hogy legkönnyebben az alkalmazottakon keresztül lehet hozzáférni egy szervezet érzékeny információihoz. A tavalyi 10.361 eredményesen zárult közbeszerzés összértéke meghaladta 3.294 milliárd forintot, a kis- és középvállalkozások 1.911,5 milliárd forintot nyertek a lezárult eljárásokon, ami a közbeszerzési összegek 58%-át jelenti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, hogy a közbeszerzési rendszernek jelentős gazdaságszervező eszközként a tiszta verseny mellett a magyar vállalkozások esélyeit is erősítenie kell. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a nagy vállalatok vagy nagy vállalkozók tudnak hozzájutni. Mondja a magyar pályázati rendszer forrásairól Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A kis- és középvállalkozások 1.911,5 milliárd forintot nyertek el a lezárult pályázatokon, vagyis a közbeszerzések összegének 58%-át. Magyarországon éves összehasonlításban 17,6%-kal több közbeszerzési eljárás zárult tavaly. Az eljárások közül 5411 építési beruházáshoz kötődött több mint 2 milliárd forint értékben. Több pályázat van, ami eléri a kisvállalkozókat is. Ennek következtében a közbeszerzésnél is egyre nagyobb az igény, komolyabb összegek elnyerése, illetve komolyabb pályázatok, projektek elnyerése. És a korábbiak ellentétben nem csak a nagy projektek nyernek, hanem ez a sok kis projekt, az igényei pontosan a kisvállalkozóknak ebben az irányban vannak, úgyhogy úgy látjuk, hogy igenis a közbeszerzési tanács, illetve a közbeszerzés munkája az elmúlt időszakban felgyorsult. A statisztika szerint a közbeszerzési jogorvoslatok száma és értéke is visszaesett. 2018-ban 427 jogorvoslat indult, a bírságok összértéke meghaladta az 538 millió forintot. Fischer Sándor egyetért Padag Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének véleményével, hogy a közbeszerzési rendszernek jelentős gazdaságszervező eszközként a tiszta verseny mellett a magyar vállalkozások esélyeit is erősíteni kell. Olyan követelmények vannak, akik részt vesznek az ilyen pályázatokon, hogy ami egyértelmű, hogy fehéríti a magyar gazdaságot. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról is szólt, a megnyert pályázat nem feltétlenül jelenti a kifizetést. Erre több példa is volt az elmúlt időben. A kisvállalkozások nyedési esélyeit az is nehezíti, hogy nincs kellő önerő a birtokukban, illetőleg még mindig nincsenek felkészülve egy pályázat végigvitelére és elszámolására. Ebben nyújtsamukra segítséget a kamara pályázatíró kabinetje.
Bonyhád Város Értéktár Bizottsága a Hungarikum program támogatásával a Völgységi megyeszékhely értékeiből állított össze egy kiállítást. A tárlaton Ritzel Zoltán fotóin megelevenednek a Bonyhádhoz köthető történelmi személyiségek, az épített környezet kiemelkedő objektumai épp úgy, mint az itt élő népcsoportok összegyűjtött tárgyi emlékei. Filóné Ferenc Cibolya polgármester megnyitójában arról szólt, a közösség formálása legfontosabb feladatok egyike, és ez a kiállítás is ezt erősíti. Vannak közös gyökereink, közös kultúránk, olyan kincseink, amelyeket érdemes ismernünk, és továbbadnunk a fiatalok felé, a jövő nemzedéke felé. Az elmúlt napokban szerződést bontott az atomerőmű SF férfi kosárcsapata a macedón légiós Trajkovszkival. Helyére már meg is érkezett az új játékos, az Ausztrál-Szudán kettős állampolgárságú Joseph Lual Akuil. A 25 éves 213 centis center lesz a magyar NB1 legmagasabb játékosa. A kosaras edzésben van, már együtt készül a paksiakkal a szombati kaposvári bajnoki összecsapásra. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Baranyai vaddisznóban is kimutatták, veszélyes parazita terjeszti az izomférgességet. Mintegy 300 sportembert jutalmaztak Pécsett, átadták az Abai Nemes Oscar-díjat. A gyerekek biztonságáért kampányol a rendőrség, az internet veszélyeire hívták fel a figyelmet. Mikroszkópikus méretű, mégis óriási bajt okozhat. A trihinellózis a sertések és vaddisznók körében előforduló fertőzés, mely az emberre is veszélyes. A disznófélék magánvágása során különös figyelmet kell fordítani a higiéniai intézkedések betartására. Míg a közfogyasztásra alkalmas sertés vagy vaddisznóhúsok kötelező vizsgálaton esnek át, a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója tájékoztat a legfontosabb tudnivalókról. A téli hónapok a hagyományos disznóvágások jellemző időszaka. A sertések és vaddisznók házi körülmények között történő feldolgozása azonban veszélyeket is rejthet. Ezek egyike a trihinellózis, azaz izomférgesség. Bár Magyarországon ez ritka betegség a disznófélék körében, nemrég éppen Baranyában mutatták ki a fertőzést egy vaddisznóban. Pleva György, a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági elnöke elmondta, szerencsére emberi megbetegedésről már nagyon régen nem kaptak bejelentést. Azt mondhatjuk, hogy a magyarországi házi sertés állomány mentesnek mondható a kórokozó alól, háztáiban néha-néha előfordul olyan sertésekben, amelyek valamennyire azért mégis a természethez közeli módon élnek, tehát kijárhatnak, és esetlegesen más állatok alól érkezésben összeszedhetik ezt a fertőzést. Ez a fonalféreg olyan kisméretű, hogy csak mikroszkópos vizsgálattal mutatható ki. Ezt a laboratóriumi munkát egyébként minden Magyarországon forgalomba kerülő sertés és vaddisznóhús esetében el kell végezni. A magánvágások során nem kötelező ilyen vizsgálat, de javasolt, emelte ki Pleva György. Emellett egyszerű módszerekkel is védekezhetünk a fertőzés ellen. Ugye az inhinella fertőzés az kivéthető a sertéshús hőkezelésével, tehát egy alapos főzés, sütés mindenféleképpen elpusztítja az élő kórokozókat, illetőleg a fagyasztó hőmérsékleten, tehát mínusz 15 fok alatti 2-3 hónapos fagyasztás is elpusztítja a kórokozókat. Azonban még ezek után is körültekintően kell eljárni, ugyanis ha emberi szervezetbe kerül a parazita, az gyomor-bélrendszeri gyulladáshoz, lázhoz, izomfájdalomhoz, de akár szívizomkárosodáshoz is vezethet. A Nébih arra kéri az állattartókat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az alapvető járványvédelmi és higiéniai intézkedések betartására, például a rágcsálómentes környezet fenntartására. Idén ismét átadták az Abai Nemes Oscar-díjat a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban. A kitüntetést Lakatos Tamás, a PSN ZRT gyorskorcsolya szakosztályvezetője vehette át. Rajta kívül csaknem 300 sportolót, edzőt és sportaktívát jutalmaztak a PSN ZRT sportiskola immár hagyományos díjátadóján. Lakatos Tamásnak a gyorskorcsolya sport szakmai irányításában elért példanélküli sikereinek, valamint sportolói közösség formálása és a korcsolya sport népszerűsítése és fejlődése céljából végzett elkötelezett munkájának elismeréséül az Abai Nemes Oscar díj kitüntetést adományozta Pécs város közgyűlése. A díjat szerdán a PSN ZRT sportiskolája 2018-as évértékelő jutalmazásának keretében adták át. Knok Viktor és
és Burján Csaba felkészítőjének. Én azt gondolom, hogy a csúcsot elértük egyszer, ugye ezt meg lehet ismételni, szeretném, ha egyéniben is fölérnénk a csúcsra, szeretnénk, ugye a világbajnoki cím, az hőnállított világbajnoki cím az nincs meg, erre még számtalan lehetőségünk van, nagyon-nagyon sok lehetőség van még a gyorskorcsolyában, ez csak egy állomás, amit eddig elértünk, szeretnénk tovább fejleszteni és a csúcson maradni minél tovább. Több éves hagyomány a PSN ZRT sportiskolája életében, hogy kupákkal, elismerésekkel jutalmazzák a kimagaslóan jó eredményt elérő sportolókat, edzőiket, a versenyeztetésben közreműködő sportaktívákat, illetve a diákolimpiákon legeredményesebben szereplő iskolákat. De rengeteg sok világversenyen értünk el dobogós helyezést, az úszóink, a triatlonosaink, a sportlövőnk, paraúszóink, aerobikosaink, tehát nagyon sok olyan eredménnyel büszkélkedhetünk, ami nemzetközi porondon is kimagaslónak számít, illetve aminek örülök, hogy mindig folyamatosan bővülnek gyerekcsoportjaink, és most már 15 szakosztállyal dolgozunk, 1500 fővel. A PSN ZRT sportiskolájának díjátadóján Vári Attila vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a 2018-as év volt a legfényesebb az egyesület történetében, hiszen két téli olimpiai bajnokot is köszönthettek. Ezzel léptünk ki igazából a nagy nemzetközi szintére, hiszen így lett meg a nagy hármas, a nyári, téli és a paralimpiai érmeseink, és úgy gondolom, hogy 2018-as évvel tettük föl a koronát erre a munkára. Én nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok a kollégákra, sportolóinkra, hiszen ez egyedülálló nem csak itthon, hanem a világon is. Az Abay Nemes Oscar díjon kívül további csaknem 300 serleget adtak át a gálán sportolóknak, edzőknek és sportaktíváknak. Február 5-én rendezték meg Európa szerte a Biztonságos Internet napját, melynek kapcsán egész héten figyelemfelkeltő programokkal készültek a hatóságok, informatikai cégek és civil szervezetek. Gyerekek összefogásával hívták fel a figyelmet a biztonságosabb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira. Az internetes bűnözés megakadályozása céljából egész héten kampányolt a rendőrség is. Ma már a világ több mint 120 országában, köztük az Európai Unió mind a 28 tagállamában, így Magyarországon is az ORFK ezt a hetet jelölte meg az internetezés veszélyének felhívására. Ehhez a Pécsi Rendőrkapitányság is csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek általános és középiskolákba járnak ki felvilágosító órákat tartani. Azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a gyerekek jobban értenek a számítógéphez, a tablethez, mint a szülők, és a szülők nagy része a statisztikák szerint egy olyan 27-30% nem nagyon van tisztában azzal, hogy a gyermeke mit csinál az interneten. Ezért megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon oda kell figyelniük a gyermeküknek a tevékenységére, nem csak azért, mert függővé válhatnak, nem csak azért, mert egészségügyi kockázatai lehetnek, hanem a gyerekek akár elkövetővé vagy sértetté áldozattá is válhatnak az interneten. Nem csak gyerekek figyelmét hívják fel, hanem szülőkét, pedagógusokét is, hogy a világháló használata milyen veszélyekkel járhat, mondta Vitális Ágnes, a Pécsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője. Egy konkrét bűncselekményre utaló példát is hallhatunk, mely fiatalkorúval fordult elő. Legutóbb például gyermek pornográfia büntette miatt folytattunk eljárást fiatalkorúak ellen. Egy pár, egy fiú és egy lány volt érintett, amíg együtt jártak, addig a lány küldött a fiúnak egy fotót, amit később a fiú föltette a közösségi oldalra. Ez egy ilyen intim fotó volt. A fiú már ott elkövette a bűncselekményt, hogy a gépén tárolt egy olyan fotót, amin 14 év alattiról készült egy ilyen felvétel. Ez már sajnos belefér a gyermekpornográfiának a tényállásába. A világnapi programot a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hirdette meg, a rendőrség pedig aktívan közreműködik ennek segítésében. A Pécsi Rendőrkapitányság évek óta rendszeres felvilágosító tevékenységet végez az általános és középiskolák, hiszen már 5-6 éve problémát okoz a felelőtlen internet használat. Az iskolák pedig jelzik is igényüket. Műsorunk végén tekintsük át a legfontosabbakat még egyszer. Régiók Európai Bizottsága Tolna megye igényeit is figyelembe veszi az Európai Unió. Elfogás. Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét kapták el a rendőrök. Beruházás 284 millióból újul meg a polgármesteri hivatal Pakson.
Nincs teljes védettség, a hazai vállalatok 80%-át érte már kibertámadás. A hétvégén számottevő csapadék nem valószínű, gyenge, olykor kissé élénkebb déli légmozgás mellett már érezhetően enyhül majd az idő. Vasárnap éjszaka egy ciklon melegfrontja okozhat majd kiadós esőket, hajnalban északnyugat felől már északi széllel közelít a hideg front. Mára megköszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tornatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!